Szia Szabolcs, mi már lassan megszokjuk, hogy te egész különleges szegmenseket választasz, tehát például a kispénzű kertészkedni vágyóknak is adsz olyan tanácsokat, ami alapján elindulhatnak, hogy például egy erkélyen hogyan lehet zöldé varázsolni a környezetet. Szerintem ez fantasztikus, és sok néző kedvel és szeret ezért. A mai napra választottál egy olyan növényt, amit kevesen ismernek, de már sokak kertjében azért ott van, belopja magát, vagy valahogyan oda kerül, ez a bambusz. Így van, hát a bambusz az Magyarországon az elmúlt évtizedekben kezdett el csak igazán elterjedni, és hát ez nem véletlen. Augusztusban van egy szomorú jelentősége ennek a bambusznak, hogy a II. Világháború végén, azt hiszem augusztus 6-án és 9-én, amikor volt a Hiroshima és Nagasaki elleni atomtámadás, akkor utána ezekben a városokban a földdel vált egyelővé minden, és hát az első növények a korabeli elbeszélések alapján a bambuszok voltak, amik kihajtottak. Tehát ezért is szerethetik itt Magyarországon is ezt a növényt, mert rendkívül szívós. Igen, egy nagyon szívós és tehát egy fantasztikus habitusú növény, amely hát ugye egy örökzöld, mert egész évben folyamatosan cserélődik a levélzet. Hogyha ezt a levélzetet ezt rajta hagyjuk, akkor előbb-utóbb a bambusz az teljesen önfenntartóvá válik, és saját maga tápanyag ellátását képes biztosítani. Kell-e metszeni, nyírni, szabályozni? Igen, hát a bambusznak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, hogy nem egy olcsó növény, van egy-két faj, amihez azért mindenki hozzá tud jutni, például a Phyllostachys fajt, amit itt a képeken is bemutatunk, vagy például a szalszapálmát, a törpelegyező bambusz, de a többi az főképp azért drágább, mert hát elég nehéz külföldről beszerezni. Az igazán drága viszont akkor lesz a bambusz, hogyha ha rosszul ültetjük el, ekkor adott esetben milliókba is kerülhet, mégpedig utána a kiirtása. Ugyanis hát a bambuszültetés az alapvetően egy férfias sport. A bambusznak a gyökere az kb. Olyan 1 méter mélyre szokott lehatolni a földbe, de ezt ne úgy képzeljük el, mint egy hagyományos cserjét, vagy mondjuk egy almafát, hanem szertágazóan össze-vissza. És hogyha ennek a gyökérzetnek nem szabunk valami keretet, akkor előbb-utóbb az egész telkünk, vagy még adott esetben a szomszédunk telkében is felbukkannak ezek a bambuszok. Nagyon cseles növény, mert az első 1-2 évben úgy tűnik, mintha elültették volna, és nem történik semmi, azért, mert ebben az első időszakban a bambusznál az élet, a munka az lent a föld alatt zajlik, és utána, miután lent ezek a rizomás gyöktörzsek, ez a gyökérzetet megerősödött, utána indul egy ilyen robbanásszerű növekedés. Bár hát ugye a Mendemonda szerint vannak olyan bambuszok, és valójában is, amik adott esetben fél métert vagy 70-80 centis nőhetnek egy nap alatt. Hát persze ezek a Magyarországon található bambuszok azért nem, de ezek is nagyon intenzív növekedésé, különösen a második, harmadik évtől kezdődően. Na hát itt van akkor az első szabály, hogy ültetéskor valamilyen módon ugye korlátozni kell az ő gyökérfejlődését, gyökérfejlesztését. Pontosan, hát Magyarországon nagyon sok kertben vannak kiváló műemlékek, például ilyen elhagyatott emésztők, vagy ilyen beomlott pincék, hogyha ezeknek a falát kibéleljük valamivel, vagy adott esetben mondjuk ezzel a geotextiliával, amit hát ilyen régi ruhadarabokat szoktak általában így összepréselni, és akkor hogyha az ültetőgödörnek a szélét ezzel, hogyha kibéleljük, és ebbe kerti talajkeveréket, egy kis szarosmalatrágyával beleteszünk ebbe az ültetőgödörbe, hogyha így ültetjük bele a bambuszunkat, akkor garantáltan a gyökere nem fog a kert többi részébe elmenni. Nagyon fontos, hogy nem szabad beiszapolni, mint a többi növényt, mert a gyökérzete megfulladhat, hanem egy alapos öntözéssel utána már sok egyéb problémák nem lesz a bambusszal. Említetted, hogy nem is igazán gyökérzet, hanem rizómákról van itt szó. Honnan származik ez a különleges növény? Hát Dél-Amerikában, Közép-Dél-Afrikában, tehát alapvetően a szubtrópusokról, trópusokról, de ami számunkra érdemes... Sok vizet kíván ennek megfelelően? Tehát mind vizet is kíván, mind a páratartalomra is érdemes azért odafigyelni. Ami számunkra érdekes, az főleg a Kínából, illetve Japánból származó bambuszok. Ugye hát ez a keleti kertkultúra ugye egyre inkább kezd bejönni ide is. Hát azért figyelni kell, hogy nagyon tájidegenként nem szabad alkalmazni, illetve fontos az is, hogy ott azért a páratartalom is azért sokkal jobb, mint mondjuk itt ezen a kontinentális éghajlaton, ezért például télen sem szabad víz nélkül hagyni a bambusz. Tehát, hogyha sok ideig mondjuk fagyott a föld, és nem tudja fölvenni a vizet, akkor az adott esetben a pusztulásához is vezethet, de ilyenkor többnyire csak annyi szokott történni, hogy maga a növény az elpusztul, de alatta a gyökérzetből mindenképpen újra szokott hajtani. Hogyan szaporodik, mire kell számítani? Ez megmarad azon a helyen, persze, ha ilyen körülhatárolt ültetőgödörbe tesszük, akkor nyilván nem tud más tenni. De vándorol, elmegy, erdőt képez? Igen.
igen, hát szokott vándorolni, és hát azért általában magról szokták szaporítani, de hát itt Magyarországon ezeket az egyszerű fajtákat, hát biztos most a szakma megkövez, de alapvetően csákánnyal és ásóval kell szaporítani. Tehát ki kell belőle szedni egy darabot, középen ketté kell hasítani, és már el lehet csereberélni a szomszéddal, és minden további nélkül. Persze azért figyeljünk, hogy minél kevesebb vagy kisebb sebfelületet képezzünk, de egy viszonylag egyszerű növényről van szó. Most egy kicsit bántottuk, de azért azt tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon illusztris, szép üdefoltja a kertnek, tehát a bambusz igazából egy kívánatos, szép növény, csak kordában kell tartani. Pontosan, szoliternek, illetve hát sövénynövénynek is kiválóan használható. Tehát magányosan állónak, igen, ugye szoliternek. Köszönjük szépen, hát nagyon sokat tanulunk ezekből a kis beszélgetésekből, például ugye ilyeneket, hogy mit kell tenni otthon a bambusszal, tessenek odafigyelni, szerintem már sokan ültettünk ilyet, pedig nem ismertük igazából ennek a növénynek a veszélyeit.